nagyon közel állnak hozzám a nagyszüleim, és nagyon felnézek rájuk, megbecsülöm őket, mivel úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon műveltek és nagyon nagy tudásúak. Nekem a nagyszüleim is zenészek, valószínűleg onnan jött nekem is az, hogy zenét tanuljak. Szóval nagyon nagy hatással vannak rám. Amit csinálnak, azt ugye szeretik. Nem kényszerből csinálják, és hogy igazából a munkájuk a saját magukat minősítik. Szóval mindent igényesebben csinálnak, sokkal jobban oda ügyelnek mindenre. Nekem erről egyből a nagymamám jut eszembe, mert nagyon, nagyon életerős, és én is szeretnék majd olyan lenni, mint ő, és nem tud megülni egy helyben, és szerintem ez nagyon pozitív, és példát vehetnének róla többen is, így a fiatalabb korosztály is, akik ugye eléggé el van úgymond lustulva, és ő is olyan, hogy már nyugdíjas, de van két munkahelye, és hogyha véletlen van egy szabad napja, akkor is lebontja a hátsó kerítést, és újraépíti. És ez így tényleg megtörtént. Azt hiszem, hogy egy nagyon erős ilyen víziót vagy küldetéstudatot közvetítenek felénk, ami így az értékek, a hagyományos értékeknek a megóvására irányul. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és engem is így neveltek, szóval igen, mindenképpen elhivatottságban is és motivációban is nagy hatással vannak rá. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.